Diplomaosztó. Az ELTE Szavári Egyetemi Központ 300 végzőse vehette át oklevelét szombaton. Nő a látogatottság. Megdrágultak a könyvek, emiatt is egyre többen járnak könyvtárba. Emlékműsor. Feltörekvő előadók koncerteztek az Emlékmű Domb új rendezvényterén. Köszöntöm Önöket, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Az ELTE Szavária Egyetemi Központ 300 végzett hallgatója vehette át diplomáját szombaton. Közülük 140-en választottak pedagógus képzést, de gépészek, gazdálkodás és sportszakos hallgatók is befejezték tanulmányaikat. Idén először adtak át pszichológia alapszakos diplomákat. Családtagok és barátok tapsoltak a friss diplomásoknak az Agora sportházban szombaton. A szülők aggodalommal, a fiatalok bizalommal néznek a jövőbe. Óriási büszkeséggel tölti az embert nyilván, hogyha a gyermeke ilyen iskolába végzett, úgyhogy azt, hogy mi a jövő, az majd ő fogja eldönteni, nem olyan egyszerű. A jövőről még nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz, ő már dolgozik amúgy. Nem a szakmában még, nem talált magának helyet, úgyhogy keresik a lehetőségeket, de jelen pillanatban ő viszont az egyetem alatt is dolgozott, tehát igazából nekem ez egy kis könnyebbség volt. Ő mit végzett? Pszichológia szakon végzett. A 300 végzett hallgató közül 140-en szereztek pedagógus végzettséget, ők délelőtt vették át oklevelüket. Délután köszöntötték a többi tudományterület hallgatóit, például a sportszervezőket is, köztük az SKK a kiváló kézilabdázóját. Kettős érzéseim vannak, mert azért kicsit szomorú vagyok, hogy vége lett, már nagyon sok jó barátra tettem szert, és nagyon élveztem az egyetemi éveket, de nem aggódok, hiszen szerintem azért a magyar sportban van elég lehetőség arra, hogy elhelyezkedjünk. Többen az alapképzés után mesterszakon folytatják. Sportmenedzser szakra jelentkeztem, úgyhogy augusztusban lesznek eredmények. A messze menő terveim pedig egy sportújságíró, sportkommentátor szeretnék lenni, úgyhogy ha minden összejön, akkor talán megvalósíthatom az álmaimat. Családja nagyon büszke Benetre. A nagy eseményre még egy nem mindennapi vendéget is hoztak. Érkezett a tesómnak a még kisebb testvére, úgymond, Leonid, aki mivel sajnos nem tudtuk kire hagyni, ezért muszáj volt, hogy velünk jöjjön, és gondolkoztunk, hogy hogyan legyen az ő elhelyezése, de amikor megláttam itt az Agorának a tábláját, hogy az év kutyabarát helye, akkor megörültem. A rektori biztos köszöntőjében Leonardo da Vincit idézte. Az akadályok nem törhetnek meg. Minden újabb akadály az elszántságomat fokozza. Önök az ELTE Szavária Egyetemi Központjában eltöltött éveik alatt értékteremtő tudásra tettek szert a saját tudományterületükön belül. A tudás, a tehetség és az önökben levő tenni akarás lehetőséget teremt arra, hogy formálják a jövőbeni társadalmat. Tanáraik is elköszöntek a hallgatóktól. A társadalomtudományi kar dékánya szerint igenis meg lehet változtatni a világot, a pszichológusokat pedig arra biztatta a kar vezetője, hogy az emberek életminőségének javításáért dolgozzanak. Azt javasolták, képezzék tovább magukat. Idén először adtak át az ELTE Szavária Egyetemi Központ végzett hallgatóinak pszichológia alapszakos diplomát. Egyre többen járnak könyvtárba, bár a pandémia és az energiaválság idején csak korlátozottan voltak elérhetőek a könyvtári szolgáltatások. Mostanra a duplájára emelkedett a látogatószám a Szombathelyi Berzsenyi Könyvtárban. Egyre emelkedik a regisztrált használók száma, az idén már közel 400 ezer kötetet kölcsönöztek ki. Ennek egyik oka lehet, hogy a boltokban egyre drágábbak a könyvek. Nem csak az időszaki kiadványok, vagyis az újságok és a folyóiratok ára emelkedett jelentősen, hanem a könyvek is sokkal drágábbak. Míg a könyvtárban korábban 3000 forintos átlagáron tudták beszerezni a kiadványokat, addig most már 5000 forintot fizetnek értük. Ez jelentős pluszköltség az intézménynek. Éves szinten 12000 dokumentumot szerzünk be, és mindezt úgy tesszük, hogy az olvasóink igényeinek megfelelően
Tehát a legeslegújabb megjelenés mindig nagyon gyorsan szükséges az olvasóknak, de az online elérhető keresőből meg is találják már, hogy mi az, ami ténylegesen elérhető, lefoglalható, előjegyezhető, mert esetleg már kölcsönzésben van. Tehát arra törekszünk, hogy többes példányokban elérhetők legyenek azok a dokumentumok, amelyek új megjelenésűek. A hagyományos szolgáltatásokon túl a könyvtár fontos közösségi tér, találkozóhely és szellemi műhely is. Így sikerül lépést tartani, sőt növelni a látogatottságot, az infokommunikációs technológia gyors fejlődése és a minket körülvevő internetes világ térnyerése ellenére is. Ahhoz, hogy az olvasás élményét valamennyi társadalmi réteggel és korosztállyal sikerrel ismertessék meg, a könyvtárban felkészült és barátságos munkatársakra is szükség van, mondja a könyvtárigazgató. Mónika a lányával érkezett könyvet kölcsönözni, mindketten szeretnek olvasni. Születésnapra, vagy inkább ilyen nagyobb ünnepekre azért szoktunk vásárolni a könyveket, ez jellemző, de igazándiból inkább így a könyvtár az, amit így használunk, és tényleg ez egy jó dolog. A földszinti folyóiratolvasó mellett az emeleti olvasóteremben is lehet napilapokat, folyóiratokat vagy különböző magazinokat olvasgatni a Berzsenyi könyvtárban. Közel 300 féle folyóiratra fizetnek elő. Tibor is hetente jár ide. Az online térben szerzett információk mellett ilyen módon is tájékozódik. A Vasnépét azt nem járatjuk, de a helyi hírek azért érdekelnek. Annak ellenére, hogy online felületen figyelemmel kísérem a megye híreit. Ezen kívül még a Népszabát szoktam rendszeresen olvasni. A könyvtár most már az energiamegtakarítási időszak előtti nyitvatartással várja az olvasókat hétfőtől szombatig. Az aktív keresőknek 2700 forint a beiratkozási díj, de többek között diák, nyugdíjas és Szent Márton kártyás kedvezmény is van, illetve fél éves bérlet is váltható. Fokozott ellenőrzést rendelt el a szombathelyi rendőrkapitány szerdára, városszerte. Felborult egy autó pénteken a dolgozók útján, megsérült egy robogós, miután kocsinak ütközött egy körforgalomban. Horgászversenyt rendeztek az Abér tavon, rövid hírekkel folytatjuk. Fokozott rendőri ellenőrzésre kell számítaniuk az autósoknak szerdán, Szombathelyen és környékén. Az akciót Gulyás Ferenc városi rendőrkapitány rendelte el, írja a polisz.hu. Július 26-án szerdán 0-tól 24 óráig a Szombathelyi rendőrkapitányság illetékességi területén lesz fokozott ellenőrzés, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében. Felborult egy Dacia pénteken a dolgozók útján. A belváros irányába tartó kocsi neki csapódott egy az úttal párhuzamosan várakozó Toyotának, majd áttért a menetirány szerinti baloldalra és a tetejére fordulva állt meg. Az autót vezetőnő könnyebben megsérült, a mentők kórházba szállították. A Toyota betonoszlopnak ütközött, egyik kereke kitörött. A műszaki mentés erős felhőszakadásban zajlott, ez idő alatt teljes útlezárás volt érvényben. Könnyű sérülést szenvedett egy férfi a 11-es huszárút és a 87-es főút körforgalmában szombaton, miután robogójával egy Toyota kerekének ütközött. A kis motor már a körforgalomban haladt, amikor a személykocsi is behajtott a csomópontba Kőszeg felől. Elhajtott a robogó mellett, és amikor a huszárút felé kikanyarodott, a motor az autó jobb hátsó kerekének ütközött és eldőlt. A férfit kórházba vitték. 19-en neveztek a Vasi vizeken Garbolino Tackle Bait kupára, amit a Lukács házi tározón rendeztek meg vasárnap. Ez volt a jövő heti 8. országos Method Feeder bajnokság középdöntőjét megelőző utolsó felkészülési horgászverseny. Az Abértó ezúttal a szebbik arcát mutatta, jó fogások születtek, többségében ponty és keszeg akadt horogra. Török Zoltán, az Elektromosok Sporthorgász Egyesület tagja nyerte a versenyt 55.420 grammal, megelőzve Gál Leventét és Pénteket. Emlékműsor keretében mutatkozhattak be fiatal kezdő zenekarok, énekesek a város ikonikus helyszínén, az Emlékműdombon szombaton. A megújult rendezvénytéren színpadot is létesítettek, most ezt avatták fel.
A Geiger tanítványok nyitották a sort, a tanárnő bátorította a kezdő csapatát a színpadon is. A vegyes korosztályú és zenei stílusú csapatot kutyát sétáltató családok és az érdeklődő közönség is hallgatta. Mi Sárvárról érkeztünk, viszont mindannyiunknak van szombathelyi kötődése. Én egyébként itt tanultam a Szombathelyi Művészeti Iskolában, magánének szakon, és pár évvel később létrehoztam az énekstúdiót, ahol ma a növendékeimmel fogunk fellépni. Egyikük Ricsi, aki több iskolai fellépése után most állt először nagy színpadra, Megyehídról érkezett, a Pecöli suliba jár, ott adta elő legutóbb a választott dalát. Az iskolában már elkezdtem, és utána mentem énektanárhoz, és most meg egy kicsit izgulok, de várom, és szeretek hallgatni repzenéket, meg minden ilyesmi, meg most a Bombontól a Örökre a szívedben fogom elénekelni. Az Emlék műsort az Agora szervezte. Pop, rock, jazz, vegyes műfajban jelentkezhettek a fellépők. Szombathely ikonikus építménye, illetve az előtte álló tér megújult, és tulajdonképpen visszakapják a szombathelyek egy remek rendezvénytérként. Tulajdonképpen, ha hátra néznek, és mögöttem látják a nézők is, maga az épület vagy az építmény előtti lépcsősor előtt van egy természetes, illetve hát egy épített színpadtér, ahol remekül lehet zenekarokat, koncerteket elhelyezni. Egyszer már kipróbáltuk, hiszen a szimfonikus zenekar az Érezd Szombathely programsorozat keretében már itt koncertezett. Ez a második ilyen rendezvény. A tervek szerint a jövőben gyakran használhatják majd rendezvénytérként az emlékmű alatti teret. A Szabária Forumban olvastam, hogy lesz ez a rendezvény, és mi vagyunk egy énekkarban, az Egészséges Nyugdíjas Énekkarában, és az egyik társunk, a Kleinhappel József fog mindjárt énekelni. Azért jöttünk el, és nagyon tetszik itt a környék, a jó levegő, szép emberek, gyerekek. Nagyon jó érzés itt lenni. Szerbiából jöttünk, úgyhogy az unokahúgom hozott ki bennünket. Fogalmunk se volt, hogy mi vár. Gyönyörű szép hangokat hallottunk, úgyhogy le a kalappal ez a gyönyörű szép. Szerbiában ilyesmit nem láttunk. A 8 fellépőt a Mystery Gang nagy koncertje követte. Aki hasonló rendezvényen szeretne fellépni kezdőként, még lesz rá lehetősége. A szervező Agora közösségi média felületein legkésőbb tavasszal újabb felhívás várja az előadókat. Az emlékművet este fényfestéssel tették még szebbé, lila és arany színekben is pompázott a vasbeton szerkezet. Mintegy 20 csapat vett részt a 10. Sárkányhajó Fesztiválon. A csónakázó tavon zajló egésznapos versenyre 6 kategóriában neveztek elsősorban szombathelyi, baráti és munkahelyi közösségek, de érkeztek csapatok a fővárosból és Győrből is. A Csótó szigetéről indult a fesztivál verseny, egy 200 méteres futammal kezdtek a csapatok, a 2000-es maratoni távot pedig a sziget körül tették meg, háromszor kellett megkerülni. Magyarország ebben a sportban, ebben a sárkány sportban nagyon jó, hála jó Istennek. Ugye többszörös Európa bajnokaink vannak, világbajnokaink már, mint hogy legénységek. Idén is lesz nagy versenyünk, méghozzá szeptemberben lesz klublegénység Európa bajnokság Ravennába, ahol több mint 400 magyar sportoló indul. Ez egy nagyon komoly szám. A klubjaink közül gyakorlatilag a szövetség alatt tevékenykedő kluboknak több mint a 3/4 részt vesz ezen a versenyen. Mindig éremmel távoznak a legénységek, mondta el az elnök, aki a megnyitón a helyi versenyzőket méltatta. Az örökös védnök Puskás Tivadar korábbi polgármester arról beszélt, hogy számít a város további támogatására, mert ez egy sok szempontból fontos csapatsport. A test karbantartásán kívül arra alkalmas, hogy közösséget formáljon, arra alkalmas, hogy egy-egy társaság jobban összejöjjön. Tehát ez mindenképpen ilyen közösségépítő, azon kívül, hogy természetesen nagyszerű sporttevékenység. A kórház sugárterápiás részlegvezető főorvosa, az Onco Girls csapatkapitánya elmondta, hogy nem edzettek előre a versenyre. Ennek ellenére a házi sárkányok kupája 200-ason csak az acélbosszik előzték meg őket.
A nevünkből is adódik, hogy Oncol Girls, onkológia osztályon dolgozunk, ez mindenki számára ismert, hogy egy nehéz beteganyag, és a mi lelkes kis csapatunk szeret kórházon kívül is találkozni egymással, tehát csapatépítő jelleggel rendszeresen szervezünk programot az osztály dolgozóinak, és ez a hát már visszatérő versenyzők vagyunk itt a Sárkányhajó Fesztiválon. Délutánra mindig megtelik a part, mondják a szervezők. Az egyik vonzerő a sárkányfejes sárkányfarkas hajó, amelyben a 20 versenyző dobszóra hajtja a vizet. Az önkormányzat csapata is kora délután indult. A tűzoltók minden évben próbára teszik a tudásukat, erejüket és csapatszellemüket. Bemelegítés ugye már lezajlott, ezt sajnos a tegnapira terveztük, de elmosta az eső. Úgyhogy most gyorsan reggel megejtettük. A csapat nagyon jó hangulatban van, mindezt látszik a háttérben is. És tényleg nagyon fegyelmezetten felkészülten jöttünk ide, nyerni akarunk. Idén a dobogó harmadik fokára állhattak fel a tűzoltók. A Marathon Open kupában, amit a Rába szabadidősök nyertek, második a Rába U18 lett. Önök a Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen, illetve Facebook oldalunkon is megtekinthetik. Híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!